barlangok titokzatos világa évezredek óta nyűgözi le az embereket. A bennük található képződmények nem csak varázslatosan szépek, hanem tudományos szempontból is érdekesek. Például a barlangok legnevezetesebb ékeiből, a cseppkövekből a múlt eseményei is kiolvashatók. Itt látható egy gyönyörű szép csepp, ez körülbelül egy olyan 10 000 évvel ezelőtt kezdett el nőni, majd körülbelül 8 000 évvel ezelőtt megállt a növekedésben, tehát ez körülbelül 2 000 évet reprezentál. Ugye ezek nagyon értékesek, törmelékből gyűjtöttük természetesen, tehát letörni nem szabad cseppkövet, és ezért ritka a hozzáférés. Ami gyakoribb, az a lefolyásoknak, a cseppkő lefolyásoknak a vizsgálata, amikor van egy szikla felszín, ezen a szikla felszínen folyik lefelé a víz, és kiválik belőle a karbonát, és ezt a karbonátot megfúrjuk. És ezzel megmintázzuk tulajdonképpen ezt a karbonát kiválást, és ez esetenként több ezer, talán esetenként több 100 000 évet is reprezentálhat. Ebben a laboratóriumban a cseppköveknek, cseppkő lefolyásoknak a stabil izotóp összetételét vizsgálják. Első lépésben a mintákból kinyerik a széndioxidot. A méréseket régebben ezzel az igen látványos eszközzel végezték. A széndioxidnak a C13, C12 és az O18, O16 arányát vizsgáljuk. Most van egy új berendezésünk, amelyik már automata módon tudja ezt vizsgálni, nagyon kis mennyiségű mintából. Most az, hogy kicsi a mennyiség a mintának, az nem egyszerűen csak egy ilyen rekordkeresés, hogy minél kisebbet és minél többet tudjunk mérni. Hogyha én nekem csak egy nagy fúróval kifúrt mintám van, amit meg tudok vizsgálni, akkor nyilván egy viszonylag rossz felbontással tudom vizsgálni. Hogyha mi ezt 1-2 milliméteres felbontással tudjuk vizsgálni, akkor oda eljutunk, hogy éves felbontással tudunk visszanézni a múltba, mit látunk a stabilizotóp összetételekből. A szénizotóp összetétel a csapadékosságra utal, az oxigénizotóp összetétel az elsősorban a hőmérsékletre, de egyéb módszerekkel és meggondolásokkal még odáig is el tudunk jutni, hogy az Atlantikumból érkezett a csapadék, vagy a mediterrán vidékről érkezett a csapadék. Tehát ha ezeket mind összerakjuk, ezeket az adatokat, akkor egy komplex környezetértelmezéshez tudunk eljutni. Akár több 100 000 év környezeti változásai is kiolvashatók a cseppkövekből, és ezekből következtetni tudunk az éghajlatváltozást kiváltó okokra. Most azon dolgozunk, hogy csináljunk egy adatbázis tulajdonképpen, egy hőmérsékleti rekordot, amivel itt a Kárpát-medence, sőt tulajdonképpen egy kicsit tágabbi régióra is tudunk adni egy ilyen hosszú távú hőmérsékletváltozási adatsort. Ez ritkaság. A cseppkövek azért jók, mert ugye kontinentális területen, szárazföldi területen keletkeznek, és ilyen hőmérsékleti adatokat is tudunk belőlük szerezni. Hogyha egy kicsit szűkítjük ezt a skálát, és mondjuk rámegyünk az utolsó néhány ezer évre, akkor már nem csak egyszerűen a klímaváltozást látjuk, hanem látjuk az emberi társadalommal való kapcsolatot is. Cseppkő adatokból az látszott, hogy 3500 évvel ezelőtt a bronzkorban volt egy erőteljes klímaváltozási esemény. Egy nagyon erős lehűlés és nagyon erős csapadékossá válás, majd utána 1-200 éven keresztül volt egy felmelegedés és szárazodás. Ezzel párhuzamosan a régészek láttak egy kultúraváltást, a nagyobb települések, ből szórtabb kisebb település hálózat alakult ki, majd utána megint nagyobb települések lettek. Miért? Azért, mert az erősen csapadékossá váló Kárpát-medencében a nagy települések már nem tudtak megmaradni, és egy szórtabb a dombhátakon levő település szerkezet alakult ki. Ezek, amikről én beszélek, a részkori és a bronzkori változások, ezek körülbelül félfokos hőmérséklet változást és kismértékű csapadékmennyiség változást jelentettek. Az átlag ember azt mondhatja, hogy félfok hőmérséklet változás mit jelent? Az nekünk. És mégis kultúrák épültek ki, és kultúrák omlottak össze. De vajon milyen tanulságokat vonhatunk le mindebből a napjainkban zajló klímaváltozással kapcsolatban? Tulajdonképpen a mostani klímaváltozásra azt szoktuk mondani, hogy ilyen sebességű klímaváltozás az nem nagyon fordult még elő. Ez így valószínűleg nem igaz. Alapjában véve hasonlóan gyors változások voltak a földtörténeti múltban is, csak nem volt hozzá ilyen mértékű kihalási esemény, mint ami most látható az ember tevékenységének köszönhetően.